Én kaptam egy teát, és se vettem, hogy elintette a Dóri, de jó fej. Remélem, már órák óta nem iszol semmit. Ja, egyébként már hideg, úgyhogy jó régen tette ide. Elég durva csőlátásom van. Elhetősek ezek az emberi lények körülöttünk, hogyha el vagyunk foglalva. Mondtad, hogy Dóri meg benéz az arcodba. Igen. Az is elég creepy. Az igen, de ő ezt direkt csinálja. Apropó creepy, van egy új házi állatunk. Frici a denevér, itt lakik az ajtón fölött. Mi? Itt alussza a téli tényleg. Állat. Csak ott lóg az ajtón fölött. És az Évi bizonygatta, hogy ez már megdöglött. Mondom, dehogy döglött meg csak téli álmot az. De az már megvan dögölve. Addig-addig napokon keresztül mantrázta, hogy Frici megvan dögölve. Ami felbújtult, hogy ő kimegy és megpiszkálja valamit. Szegény. Piszkálta a denevét, fölemelte a fejét, mert amúgy mozdulatlan, hát ugye téli álmot alszik, és ezt csinálta, így szép lassan kinyitotta a száját. És így fújt folyamatosan, mint valami horror film, de tényleg. Hát én még arcon is húgyasztanak volna, hogyha élettem volna a denevér. Végre elalszom. De nem félnél az ajtón. Na hát az durva lenne. Fellugatnám oda magam. Csóri. És vissza tud ilyenkor aludni vajon? Persze, visszaaludni. Kicsit szaporán vette a levegőt, mert hát mégiscsak föllekeltve egy kepével. Megfújtatott egy darabig, de aztán abba hagyta, és akkor alszik tovább. Gondolkodtam rajta, hogy kívom az állatmentőket, de aztán mondták, hogy denevérrel nem foglalkozni. Micsoda? Rasszizmus. Jaj, nálunk is az egyik hangya húzta a lábát, aztán gondoltam, hogy kívom az állatmentőket. Aztán mondták, hogy nem foglalkoznak vele. Sőt, így le se szarja a hangyákat. Így mutatom neki, hogy nézd, itt vannak a hangyák, kapd el őket szépen. Semmi. Nem érdekli.